Mikulás Rally mindig egy igazi csemege a rally sportot szerető közönségnek, ám az idei versenyt csak online követhették. Az autósoknak is sokszor meglepetést okozó futam szerencsés és szerencsétlen fordulatokat is hozott az zempléni versenyzőknek. A Kurtos Robert Friedrich Gergő páros a nyíregyházi rally után itt is feladta a versenyt. A Csomós Miklós Nagy Attila páros viszont jó érzéssel zárta a futamot, hiszen Veszprémben a hetedik, abszolút helyezésben az ötödikek lettek. Az R1 kategóriában idén először versenyző fiatal párosnak ez igen jó eredmény, és hatalmas élmény volt a Murmás szakasz is. Nagyon nagy élmény volt. Azt gondolom, hogy aki ezt egyszer nem próbálta ki, annak mindenképp ki kell. Egyszerűen hihetetlen maga az autó, mit tud és hogy megy át mindenen, és mennyire könnyű vele menni. Nyilván gyorsulni még kell, de azt gondolom, hogy jó úton járunk. Érdekesen alakult a verseny az élmezőnyben. A futam zárása még nem okozott fejtörést, a Turán Frigyes Bagaméri László kettős nyert vasárnap. Ám az abszolút bajnok kihirdetésére még várni kell, mivel a pontszámításba bezavartak a beugró versenyzők értékelései. Elviekben a Hadik Kertész páros viheti az éves bajnoki címet. Eszméletlenül boldogok voltunk, nagyon izgalmas volt. Nem gondoltam, hogy megint egy utolsó gyorson fog eldőlni, de így lett, és nagyon örülünk. A járványügyi szabályok meghosszabbítása miatt már látható, hogy a különleges programként szolgáló Szilveszter Rallyn idén is csak a versenyzők vehetnek részt. A nézőket erről a programról is kizárják, így online követhetik majd a pályán történt eseményeket.